Tisztelettel köszöntöm Önöket, illetve mindazokat, akik most éppen nem Beckhamet nézik, majd fél óra múlva, vagy nem sokára, meg a Milánt. Épp arra gondoltam, hogy a programok tömkelege közül lehet választani manapság Budapesten. El lehet jönni egy ilyen előadásra, vagy beszélgetésre, meg lehet nézni világsztárokat, koncertre elmenni, stb. Ez kifejezetten jó, ez tetszik. Miközben ültem az autóban, meg kell, hogy mondjam, a nagyon jó napom van. Elmondom, hogy miért. Ez az én örömöm. Az elmúlt 3 vagy 4 hónapban igazából nem éltem, mert egy körülbelül 1-1,5 éve érlelődő munkám gondolkodásra tettem pontot a gyakorlatban, mert hogy hát úgy néz ki, hogy a Nő című könyvnek a folytatására ezen a héten pontot teszek. Férfinak fogják hívni. Köszönöm, egy pár hónap múlva jelenik meg, de egy akkora kő szakadt le a szívemről, meg kell, hogy mondjam. Voltak olyan fejezet címek, meg részek, hogy elolvastam, elkezdtem nevetni, és arra gondoltam, hát a pasik meg fognak kövezni. De meg kell, hogy mondjam, igazából nem zavar. Mert nem a megkövezés, az remélem nem fog bekövetkezni, de egy irgalmatlan nagy munka lesz, munkára fogok nem sokára pontot tenni, és tényleg ilyen 95%-ban kész, most már csak ilyen nagyon pici simítások szükségesek, és ez számomra egy hatalmas teher, így, ami leesett a vállamról. Jól is érzem magam. Ez egyik. Na most ez az előadás, ez volt a másik, hogy azért gondolkodtam elég rendesen, hogy az előadással kapcsolatosan, hogy megfelelőt mondani Önöknek, és miközben ültem az autóban itt a hátsó kis utcába, és kíváncsian figyeltem a párokat, hogy hogy jönnek be. Hál' Istennek egy csomó pont előttem szállt ki az autóból, nem vett észre, igyekeztem lehúzni a napellenzőt, szemüveget feltettem, félrenéztem, amikor rám néztek, hogy nehogy meglássanak, és láttam egy pár embert, és akkor elmondom, hogy mit láttam. Egy nagyon elegánsan felöltözött úriember ment előttem a barátnőjével, és az elegáns úriember az elmentek, nem fogták egymás kezét, hanem a pasi az hirtelen így megsimította a kisasszonynak a fenekét, popsiját, de átmentek az úton, és nagyon érdekes volt számomra, hogy miután megsimította a popsiját, nem fogták meg egymás kezét. Mondom. Popsi simogatás mehet, kézfogás nem. Na jó, nézegettem tovább, akkor láttam olyat, akik kézen fogva jöttek ide, és akkor bejöttek ide a bejáraton. Na és akkor az utolsó, előtti, az egy középkorú pár volt, akik kiszálltak, nem láttam, hogy ki van előttem álló kocsiba, és hát egy középkorú pár kiszállt, na és erre nagyon kíváncsi voltam. Hogy körülbelül 20-30 év után milyen intimitási formákat tudnak egymás felé használni. És nem fogták meg egymás kezét, nem karoltak egymásba,
és végig egymás mellett mentek, és úgy jöttek be. Tegnap megérkeztem a klinikára, leparkolok, és egy iszonyú kedves, hát nem kedves, hanem ilyen érzelmileg túlfűtött jelenetet láttam. Van egy asszisztens, aki ott dolgozik a klinikán, és megérkezett a pasia, kiszállt az autóból, és hozta a párjának az ebédjét, de nem az, hogy csak átadta, hanem tudják, amikor ilyen villanásszerűen bekövetkezik egy esemény, és úgy rácsodálkoznak, mivel megérzik a hatalmas érzelmi töltetet, ahogy ez a két ember átölelte egymást és összesimult. Tehát amikor szó szerint így egy pillanat alatt a két hullám így összecsapódik, az energia így felugrik, és felforr a levegő. És lehetett látni, hogy amikor mind a két ember átölelte egymást, láttam, hogy elpárásodott a szemük, ez 3 másodperc, szétváltak, elköszöntek, és mentek a dolgukra. Iszonyúan szép volt. Szóval, tudják, valójában, hogyha belegondolnak, akkor azt a kevés időt, amit két ember egymásra leadott, valahogy így kéne. Intim percek. Ha, emlékszem, nagyon sok embernek ilyenkor ki tudja ki, mire gondol, olyan szívesen most egy ilyen légy lennék egy mikrofonnal, és akkor oda röpülnék így önökhöz, és megkérdezném, hogy erre, ez valójában kinek, ki mire asszociál, kinek mi jut eszébe. Végigmennék a pasikon először, hogy az intim percek a pasiknál, hogy az mit jelentenek, a hölgyek az már egy kicsit más. Emlékszem egyszer egy hölgyre, aki, amikor feltettem ezt a kérdést neki, hogy mondjon el nekem egy pár intimitási formát. Csúnyán rám nézett, nagyon szabatosan felöltözött, hát ez a mostani valamilyen gazdasági foglalkozást űző cégnél egy adott középszintű vezető, és érdekes módon ő arra gondolt, hogy különböző pozitúrákat mondjon el, hogy miket gyakorol a barátjával. És így csúnyán rám nézett, és még mondta is, hogy doktor úr, erre kíváncsi? Na, intimitási forma. Mondom, és akkor váltottam, és mondom, akkor nézzük meg azt, amit ön a szüleinél lát. És akkor mondtam neki egy pár ilyet. Simogatás, círogatás, csók, puszi, elmegyek mellette, hozzáérek, megfogom a dereket, magamhoz húzom, összebújunk este, fogom a kezét, a körmeit, puszilgatom. Nincs szex? Még nincs szex. És akkor azt mondja, én ilyet nem látok a szüleimnél. Azt mondja, most, hogy abban belegondolok, én sem használom a pasimmal szemben. Na, az a pasi, aki előttem ment, és tegyük fel, aki megcírogatta a barátnőjének a popsiját, miért nem fogta meg a lánynak a kezét? Nem értem. Miért? Nem. Szóval szeretők voltak? Gondolkodjunk.
hogy az egyiknek itt van párja, másiknak ott, ez egy ilyen, egy ilyen kis, épp a délutáni légyótra emlékeztető mozdulat, és egyébként nyilván együtt vannak, de még sincsenek együtt. Ez az egyik opció. Másik opció. Nem meri. Biztos, hogy itt van az úriember. Nem akarom elmondani, hogy az elegancia milyen fokát űzi. Na mindegy. Nem kell ez a kellemetlen helyzetbe hozni senkit sem, de vidulunk, azonban akárhogy is nézem, ez elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy egy adott helyzetben mondhassuk azt, hogy teljes értékű életet élünk. Miközben ilyenektől félünk. Mit fogunk veszíteni? Elkezdtem, amikor ezen a könyvön gondolkodtam, és akkor eszembe jutott, hogy milyen érdekes az, hogy annak idején volt egy idő, amikor bizony elhúztam az arcomat, amikor a serdülőkoromban az anyám megsimogatott, vagy utána a lányok, akikkel együtt voltam. Majd elkezdtem megfigyelni, hogy vannak olyan pici fiúk, akik amikor puszit kapnak, letörlik a puszit. Gondolom, önök is láttak ilyet már. Puszi letörlés, elhúzom az arcomat. Lehet, hogy az apjuk ilyen? Gyerek édesapja? Miért kódolódott mondjuk a pasikba az, hogy az érzéseket szégyen megélni? Az intimitás, az valójában egy adott érzéscsomag, magas intenzitású érzéscsomag megéléseinek a bátorsága. Mert ott nem megvágom a kezemet, hanem elfogadom, megpróbálom lefordítani, megfogalmazni az intimitást. Tehát a másik szerelmes belém, most nem akarok belemenni abba, hogy most egy bizonytalan személyiség szerkezetű embernek a szerelme az valójában mit jelent, mert erről már sokszor beszéltem, és az nagyon sokszor egyenes útja a kodependencia kialakulásának, vagyis a társfüggőség kialakulásának. És akkor itt belemehetek az, hogy a személyiség szerkezet bizonytalanságát mi eredményezi. Intimitásra koncentrálnék. Na, elfelejtettem valamit megcsinálni. Képzeljék el, múltkor volt az, hogy nagyon belelendültem a beszélgetésbe, és nem udvariatlanságot, már elnémítottam a telefonomat, hanem arról van szó, hogy múltkor egy adott előadáson 2,5 órán keresztül dumáltam, és akkor tudatosult bennem, amikor egyrészt az előttem ülők leszédültek a székről. Ezt vettem észre, ugyanígy sötét volt, és akkor, hogy jobbra-balra dőlnek az emberek. Így. Majd azt vettem észre, hogy felkelnek és kimennek. Mondom, biztos már nagyon késő van, és mennek buszra. De ezek az emberek visszajöttek. És akkor mondom, hogy már éreztem, hogy egy ideje beszélek, hát hol voltak? Kimentek be, mondom, pisilni voltak.
Na és akkor megnéztem az órát, és akkor több mint 2,5 órája dumáltam, és most nem szeretném elkövetni ezt az udvariatlanságot, mert mindenkinek van kerete, és éppen ezért felhúzom az órámat, mondjuk 48, olyan 1 óra 45 percet fogok minimum dumálni. Baj. Szóval az szerintem az kibírható, az kicsivel több, mint 2 összevont iskolai óra. Tehát 7 óra 15, ugye számolok, 8, vagy sok, soknak találják? Szerintem nem. 7 óra 15, az pont 9 óra. Ez 21 óra. Jó. Oké, most már nyugodt vagyok én is. Na. Mert akkor nyugodtan el tudom kezdeni boncolgatni ezeket a dolgokat. Egyáltalán nem biztos, sőt, lehetséges, hogy egyre többször nem követek el erőszakot egy adott ember felé itt. Hát, hogy kivarázsoljak egy embert, hogy beszéljen az intimitásáról, a párkapcsolatában, vagy miért nem merik kimutatni, mert meg tudnám csinálni, nem az a gond, mivel nagyon, nagyon tudok provokálni, és nagyon tudok úgy provokálni, hogy mondjuk egy pasi hiúságára megyek rá. És akkor előbb-utóbb ki fog jönni valaki, de nem szeretném, mert az más. Aki miközben dumálok, például, ilyet úgyse csináltam még sohase, a szintiszta önkéntesség. Az úgy néz ki, hogy valaki úgy érzi, hogy szeretne valamit elmondani. Nyugodtan ballagjon ide ki. Nyugodtan. Én dumálni fogok, és utána elkezdünk esetleg beszélgetni, hogy miért jött ki, mit szeretne itt. Nagyon szívesen. De kérem, az exhibicionisták kimélyenek. Akik azért jönnének esetleg ki, hogy ledumáljanak. Szóval ne. Szóval egyrészt, amikor túlhajszolt állapotban vagyok, mert azért most ez a könyv, ez még lecseng bennem, akkor megérzem a másik erőszakosságát, és ismerem magamat, hogyha fáradt vagyok, akkor elég gyorsan felcsattanok, hogyha az erőszakot érzem, és akkor ezért inkább ne. De nyugodtan, aki úgy gondolja, hogy én ezt úgy fogalmazom meg, akinek tiszta a szíve, és nem ledumálni szeretne, hanem megosztani valamit. Annak nagyon-nagyon örülnék, és előre is köszönöm, ha lesz ilyen. Na visszatérve, tehát. Egy tömény oldat, érzés oldata. Az egyik ember érez a másik felé, és ellenállhatatlan vágyat érez, hogy a másikat megérintse. Amikor olyan érzések gomolyognak a levegőbe, amikor szinte nem kell megszólalni, amikor mind a két ember vibrál, még nincsen szex. Egyáltalán nincs, hanem a tömény vibrálás. Jön ez az érzéscsomag, és én elég bátor vagyok ahhoz, hogy ez az érzés hullám az utolsó porcikámat is átitassa. Én ezt hívom kölcsönös intimitás átélésének. De ehhez két ilyen embernek nem kell ágyban lennie. Mert az ráadás. Nem értettem ezt. Körülbelül 18 éves voltam, és akkor egyik tanárom anatómiát tanított nekünk, és
beszélt az intimitás és a szexualitás összefonódásáról, és körülbelül ilyesmit mondott el. Ültem, és nem értettem. Mi ez? Miről beszél? Az apám egy érzelmileg nagyon hideg ember, akit én nem láttam úgy, hogy elfogadta volna édesanyám simogatását. Nagyon sokára jöttem rá, hogy ez volt az oka, amikor én elhúztam a számat, vagy elhúztam az arcomat. Vagy azt mondtam az anyámnak, hogy hagyjál, most ne öleljél át. Hát amíg ezt megoldottam, hát jó sok év telt el, egyáltalán, hogy erről tudok beszélni. Az intimitás megfelelő átéléséhez azt szedegettem össze a fejembe, hogy melyek azok az alapvető tényezők, amelyekkel egy embernek szükséges rendelkeznie, hogy ezt megélje. Mondtam az egyiket, ez a bátorság. Jön a következő, annak az elfogadása, hogy akár meg is égetheti magát. De ez már zűrösebb. Ezt egy kicsit kifejteném, hogy mit értek ez alatt. Az emberek zöme adott helyzetben, kicsit általánosítok most, mert az intimitásról átugrok arra, hogy nagyon sok ember adott helyzetben nem mer, nem tud, nem akar őszintének lenni, miközben abban a helyzetben elengedhetetlen lenne ennek a használata. És mind a hármat csinálja, nem tudja, nem meri, nem akarja, és elkezdi megmagyarázni magának az egyik sablon, az mindig így hangzik, hogy azért nem csinálom ezt, mert én akkor sérülni fogok, és nem akarok sérülni. Most gondoljanak bele, ha én azért zárom el magamtól akár azt a lehetőséget, hogy én szerelmes legyek, vagy én merjek átélni egy érzést, hogy nehogy sérüljek, ez az az állapot, amikor én előre lefektetem tudatos, illetve gondolkodva azt, hogy én nem akarom átélni a tüzet. Mert nem merem. Akkor ez az ember már előre azt is mondja önmagának, hogy én szürke, sótlan életet szeretnék. Mert nem merem átélni, mert félek a kudarctól. Még egy pontosítás. Nagyon nagy különbség van a kudarc és a nem sikerült között. Önöknek elmondok egy konfliktus kezelésemet, hogy mi történt velem 2 hónapja. Érdekes volt, mert akkoriban 2 ilyen emberrel is dolgoztam, mind a kettőnél nagyon hasonló volt az eredmény, az egyik az egy tinédzser fiú volt, a másik egy tinédzser lány. Szinte Pepitába ugyanolyan tünetekkel hívtak fel, ilyen ismerősi körből, hogy 16 éves lány, a lánynak a sztoriát mesélem el önöknek, 16 éves lány, akit elvittek a szülei orvoshoz, mivel megmagyarázhatatlan rosszul létek. Jöttek, hány inger, hányes,
ilyen hasi diszkomfort érzés, feszülés, kivizsgálták az orvosok, és nem találtak semmit se. És annyira meg voltak ijedve, hogy ilyen hullámokba tört rá a gyengeség, hogy az egyik orvos azt mondta, hogy lehetséges, hogy valamilyen pszichés probléma, és akkor az apa felhívott engemet, hogy segítsek, mert sajnos ők Budapesttől kicsit messze voltak, és én meg nem szándékoztam éppen akkoriban arra menni, és akkor maradt a telefon. És akkor telefonon beleugrattam az illető kisasszonyba, mert ja, van még egy, a bátorság, ez, amiről most beszélek, és ami elengedhetetlen egy magas, vagyis az intimitás átéléséhez, és ez az egy, hogy fogalmazzam, nem szimplán koncentráció, hanem éberség. Az éberségnek annak a foka, amikor az idegszálaikat szinte érzik. Tehát úgy figyelnek, hogy ott vannak a másiknál. Én ezt akkor fejlesztettem ki, amikor a Lipóton dolgoztam, és akkor sokszor kaptam telefonokat, amikor esetleg azért hívtak fel, hogy öngyilkosok lesznek, és akkor maradt a telefon. Szóval ott telefonon keresztül azonnal magas, intenzív krízisbe ezt meg kellett valahogy, le kellett vezényelni, hogy mi történjen, minden történjen. Elkezdtünk beszélgetni, elmondta a tüneteket, hogy az a helyzet, hogy ez van, és akkor azonnal tudni kell gondolkodni 16 éves lány fejével. Mi lehet a probléma? És akkor így gyorsan így az ember így átlistázza. Jól tanul, tehát iskola nem, szülők rendben vannak, miközben ő mondja a tüneteket, harmadik pasi. Pasi ügy. Mondom, pasi? Nem is ezt kérem, pasi, hanem hány éves a srác? Így. Nem az, hogy szerelmes, nem szerelmes. Hát ez, tudják, ez ilyenkor minek? Minek ez az info? Hanem hány éves a srác? 18. Mondom, teli találat. Gondoltam magamba, akkor menjünk. Na és kiderült az, hogy az első bimbózó szerelem. Méghozzá olyan szerelem, amikor valami kezd kialakulni, a pasik borzasztóan imponál, de az illető hölgy, aki nagyon okos, de érzelmileg. Sajnos ez is szükséges az intimitás megfelelő átéléséhez. Ez van a negyedik szinten, a fejlett érzelmi intelligencia. Hát ez gond. Ez gond, mert sok ember ezzel nem rendelkezik. Na, visszatérve, de hogy ennek a kisasszonynak, hogy mit mondtam valójában. Elmondta azt, hogy hát nagyon lassan, és nem ilyen gyorsan, mint ahogy önöknek elmondom, tehát elkezdtek találkozni, egy kétszeri találkozás, és ő úgy érezte, hogy a fiú is nyit felé, és mivel egy iskolába jártak, és borzasztóan vágyakozott arra, hogy legyen valami, de ugyanakkor iszonyúan félt. Amikor hazament a suliból, hétvégén otthon töltötte, akkor péntek-szombat megnyugodott, vasárnap, amikor közeledett a hétfő, egyre feszültebb lett, és akkor a tünetek mindig fokozódtak. És ez megtörtént háromszor, és a harmadik alkalommal a szülők ezt már nem tudták mire vélni, és akkor vitték el orvoshoz. És amikor kiderült ez, hogy ő nagyon szeretné, de fél, olyankor, akkor elmagyaráztam neki, hogy kedves kisasszony, mit szeretne átélni a tüzet, vagy a langyos vizet? Azt mondja, persze, hogy a tüzet. Mondom, hogyha a tüzet szeretné átélni, akkor ehhez elengedhetetlen a bátorság.
és megkérdezte, hogy mire gondolok. Aranyos volt, mert csókolom, így köszönt nekem. És elmondom, arra gondolok, hogy elmondani a fiúnak hétfőn vagy kedden, amikor elmegy a suliba, hogy szia Peti, borzasztóan félek attól, hogy te nem vagy úgy szerelmes belé, mint ahogy én vagyok beléd. Azt mondta, hát én ezt nem merem. Hát ez nagyon kemény. Hát mondom, kisasszony, ja igen, mert tudják, hogy van a verbális és a nonverbális intimitási formák. Nem tudom, hogy ezzel tisztában vannak-e. Szükséges ketté választani. Tapintás, érzés, szavak. És mind a kettőnek a kiegyensúlyozott és csiszolt mi volt a jelenti a magas szintű intimitás meglétét. És én valójában azt az ajánlatot nyújtottam a kisasszonynak, hogy ő egy nagyon intenzív verbális intimitásba ugorjon bele. Abban maradtunk, hogy még gondolkodik rajta. Majd hétfőn felhívott, azt mondja, hogy nagyon-nagyon rosszul van. Hát van, persze, hogy rosszul van, hát éppen megy az iskolába, hát mit képzel, hát mitől lenne jobban. Majd délután egy e-mailt kaptam, hogy hát az a helyzet, hogy a pasi eddig nem reagál, a legjobb az lenne, hogyha ő ezt a pasit elfelejteni. Tehát jöttek a racionális kifogások. Mondtam, kedves kisasszony, ön dönti el, tudja, nyúl vagy kakas? Langyosság vagy forróság? És képzeljék el, és ez az egész krízis, a pasinál ez egy picit hosszabb ideig tartott, az egy 17 éves srác volt, az egy hét alatt ezt megoldotta. Pénteken elkezdtem vele beszélni, majd vasárnap, még hétfőn, és kedden kinyitottam az e-mail fiókomat, és egy hosszú e-mail volt tőle, amiben leírta azt, hogy hétfő késő délután végül is összefutotta ezzel a sráccal, vette a bátorságot, és beleugrott a szituációba, minden remegett. A pasi nagyon kedvesen reagált, és elmondta, hogy ő nem szerelmes belé. Majd azt mondta a lány, hogy nagyon kedvesen és őszintén beszélgettek még jó hármed órát, és így fejezte be, minden bizonytalanságnál sokkal jobb az adott bizonyosság. 16 éves. És iszonyúan büszke voltam rá. Olyan dolgot csinált meg, amit nagyon sok 20-30 éves, 40 éves így tologat maga előtt, hogy ő ezt nem. Akkor arra gondoltam, hogy hát ha ez a tinédzser generáció közül jelentős része azért egy másféle szerelmi életet fog élni, mint a korosodó szüleik. A srác ugyanezt csináltam meg egy aktuális konfliktusban. Nem mondtam egyiknek sem, hogy van a másik, és akkor ugye egymást futtassam, tudják, hogy az egyiknek azt mondja, de ott van az a srác, aki már egy lépéssel maga előtt van, és fordítva. Nem. Ajánlat, ők döntöttek. Szóval tudták,
hogy esetlegesen fájdalommal járhat, de mégis beleugrottak egy verbális intimitásba. Vagyis kimondták azt, hogy szerelmesek, fontos a másik, és félnek attól, hogy a másik az nem. Képzeljék el, 2-3 mondat, milyen energetikai, emocionális töltettel bír ez. Ez a pár mondat szó szerint azt jelentheti, amikor egy ember mielőtt elkezdi mondani, szó szerint szétszakad. De én nem tudok más utat egy ilyen magas szintű intimitás megélésére, verbális intimitás megélésére. Tudatosság. Tudatos éberség. Tudatos éberség valójában nem csak az intimitáshoz, megéléséhez elengedhetetlen, hanem hogyha belegondolnak, valójában ez a képességünk, aki ezt felfejleszti, ülök szemben ma egy 50-valány éves pasival, nem az intimitásról beszéltünk, hanem arról beszélgettünk, hogy mitől nem érzem azt, hogy ő talpig férfi lenne. Azt mondja, hogy nem érzem. Nem érzem. Ül előttem egy 50-valány éves pasi, egy kicsit ilyen testtartása, így amikor rám néz, de ugyanakkor olyan a kicsit így a feje az így előre hajlik, mint az 50-valány évesek döntőzömének. Jeljék meg ez. Na. És elkeveredtünk az éberségig, és mondom, az éber ember az annak a tekintete üt. Mondom, hallotta ezt a kifejezést már? Hogy metsző volt a pillantása, de nem a dütől, meg nem a haragtól, meg, hanem úgy ránéztek, és akkor lehetett látni az, hogy energia. Azt mondja, hallotta. Mondom, ezt nem érzem. És kiderült az, persze, hogy az éberség, ahogy ő hozzááll az életéhez, vagy éli az életét, jelentős szintű elbambulások tapasztalhatóak, amikor megy az ember, és akkor lehet látni, hogy nincs ott. És akkor mondtam neked valamit, szívem. Jaj, bocsánat, persze, hogyne. És akkor, itt vagyok. Figyelek rád. Na ez mind annak a jele, hogy az illető ember nem éber, hanem bizonyos belső töltetek, általában ezek negatív töltetek, sőt nem csak negatív töltetek, hanem negatív, feldolgozatlan töltetek az illető ember figyelmét elvonják a realitásától, vagyis attól a pillanattól, amit éppen él. A tudatosság, megfelelő csiszoltság az valójában ezt jelenti, hogy tudatos éberség. Tehát teljesen mindegy aktuális helyzetben, hogy autót vezetek, vagy a párommal beszélgetek, vagy olyan érzésem van, hogy jó érzés a hajához oda nyúlni, megsimogatni, kimondani azt, hogy mennyire fontos vagy nekem, a főnökömnek igent, nemet mondani, stb. És én rendelkezek mindig ezzel a képességgel, hogy éberen észreveszem azt a szituációt, amiben éppen vagyok. Na most ezt megfelelő edzéssel, ez nagyon magas szintre felfejleszthető. Érdekes, mert senki nem jött ki.
úgy olyan tiszta szívből beszélgetni. Na, ezt csak úgy észrevettem, hogy nem átsorog itt mellettem senki sem. Na, szóval, éberség, éber, igen. Nagyon sokáig nem is jöttem rá ennek a fontosságára, és nem kötöttem össze az éberséget és az intimitást, miközben kb. 10 évig ez az éber szó, ez ott volt a szemem előtt. És hát azért volt ott a szemem előtt, mert a pszichiáterek, amikor dolgoznak, akkor aki esetleg volt már pszichiátrián, háromféle státuszt ír egy pszichiáter. Tehát a státusz az mindig azt jelenti, hogy megvizsgálja belgyógyászatilag, megvizsgálja neurológiailag. Egy neurológiai tünetet mondok önök, sok neurológiai tünet van, az egyiket azt előszeretettel szoktuk nézni, hogy az illető ember keze remege és izzad-e. Alkohol megvonás, drog megvonás, feszültség, és ez általában így néz ki. Izzadós. Hideg verejték. Neurológia státusz és a pszichés státusz, és a pszichés státusz az sok embernek bizony kínaiul van. Nekem is kínaiul volt egy csomó ideig. Annak ellenére befejeztem az orvosit, és nagyon nem értettem, hogy ott miről van szó. De az első szót azt rutinból mindig leírtam, és ezt az úgy néz ki, hogy éber. Így kezdődik a pszichiátriai státusz. Éber, autó és alopszichésen orientált. Autopszichésen, hogy én tudom, hogy ki vagyok, hogy hívnak, allopszichésen, térben és időben el tudom helyezni magamat, tehát tudom azt, hogy milyen esztendő hónap, nap, pot írunk, és hogy hol vagyok. És nem tudatosult a fejembe, hogy ez a négy betű milyen irgalmatlanul fontos. És egyszer egy adott zűrös helyzetben, amikor szétszakadóba voltam, akkor rájöttem arra, hogy ez az egyetlen eszközöm, amit jól tudok használni, hogyha megtanulok jól figyelni az aktuális pillanatra. És ezt egyszer, más helyen, meg abban a kontextusban olvastam, ami három szóból áll, ez pedig úgy volt leírva, hogy itt és most. Hát ez az éberség. Itt és most. Nem a Carpe Diem, urak, hölgyek. Carpe Diem az egy élj a mának, az egy ilyen bőlére eresztve, hogy élj a mának. Hát nagyon sok ilyen hedonista, aki imádja az életet, az előszeretettel használja azt, és akkor a ma a számára mondjuk 20 év. Nappal is, meg éjszaka is. Ez a Carpe Diem. Szóval a Carpe Diem és az itt és most nem ugyanaz. Szóval, menjünk tovább. Tudják, nagyon nehéz úgy a különböző intimitási formákról beszélni, hogyha azokat az eszköztárakat nem tisztázom, amelyekkel ezt lehet használni. Mert hogyha önök ezt nem tudják, akkor kétségtelen, hogy a vaktyúk is talál szemet. Mert talál. Csak egy idő után pasik rutinszerűen tudják, hogyha ezt a gombot megnyomok, akkor ez a reakció lesz. Hogyha ezt, akkor ez. Ha azt, akkor amaz. Most ez, mondjuk nem gépek vagyunk, lehetséges, hogy egyesek így gondolják, és éppen ezért begyakorolnak egy adott sablon szöveget, pontosan tudják, ők is éberek, csak ők a cápák. Kik látszólag használják az intimitást, azonban csak fizikális örömszerzésre. És ez úgy nyilvánul meg, bizonyos lányok szokták ezt megtapasztalni. Jaj, aranyos volt tegnap egy srác. Egyébként szenvedélybeteg a csávó, meg nem, szív.
és de egy menő üzletemben. És akkor így mondta nekem az intimitását, vagyis az intimitásának a gyakorlását, akármikor találkozok egy szép lányjal, én abban a pillanatban én úgy érzem, hogy szerelmes vagyok. És elkérem a telefonszámát, és nyomom a szöveget, és majd röviddel rá meg is szerzem, és akkor ott bemegyek a fürdőszobába, hogy valamit el kell, hogy intézek, ráülök a WC-re, és akkor azt mondom, ha hol a szerelem? Azt mondja, már megint minek? És akkor megint egy év alatt, itt a X, itt a 100 csaj, ez már régóta tart, akkor sokszor 100, és azt mondja, hogy mindig rohanok a szerelem után, és soha nem fogom, nem érem el. Hát itt jön a sokadik eszköz, ami elengedhetetlen az intimitáshoz, ezt pedig úgy hívják, ez a türelem. Ezt már önöknek, lehet, hogy mutattam régebben, most mutatom. Na nézzük, borzasztó jó lenne átélni egy magas szintű intimitást. Szomjas is vagyok, de nem ezért tekertem le. Megmutatom. Tehát, és sajnos ez, amit most mutatok, ez egyenértékű, lehet, hogy egyesek tudják is, ez egyenértékű, most mutatom a féltékenységnek a kimenetét, a görcsölésnek a kimenetét, a türelmetlenségnek a megnyilvánulását, és az így néz ki. Tehát, most ettől a pár cseptől tekintsenek el, tegyük fel, hogy a markomban itt van a víz, és borzasztó nagy szükségem van a vízre, mert a szomjamat, mivel érzelmi szempontból szeretném a szomjamat oltani, meg szeretném fogni a vizet, és nagyon hiányzik a víz, érzem a tenyeremben a hűsét, és nagyon gyorsan, intenzíven meg akarom fogni, türelmetlenül. Erőszakosan, hogy az enyém legyen. S urak, hölgyek, a víznek sajnos az a sajátossága, minél gyorsabban, erősebben akarják megfogni, az annál gyorsabban fog kifolyni a kezük közül. A vizet így nem lehet megfogni. Az intimitást türelmetlenséggel nem lehet elérni. Azt úgy lehet elérni, hogyha önök merik kinyújtani az ujjukat, így, akkor a víz megmarad. Ez a türelem. Ötvözve a bátorsággal. De hát ebben a rohanó világban, amikor mindenki azonnal és gyorsan törekszik arra, hogy a különböző hiányérzetét villámgyorsan kielégítse. Akkor valójában intimitásként mit élnek át a szexualitásukban? Amit lehet úgy is, hogyha felosztom az aktust, akkor van az úgynevezett. Az előjáték az nem az előjáték, konkrét előjátékot jelenti, mert az előjáték előtt van egy csomó egyéb nagyon finom gesztus, verbális és nonverbális egyaránt. Hát ez a türelmetlenség, most már iszom. Na, szóval türelem is szükséges. Ha most, hogyha úgy belegondolnak ebbe a jó pár tényezőben, amit felsoroltam, ja és persze az érzelmi intelligencia. Az érzelmi intelligencia meg az fejlett érzelmi intelligencia hozzásegít valójában a verbális intimitás használatához. Fejlett emocionális intelligencia, fejlett
verbális intimitást is jelent. Mert ez azért függ össze, mert adott helyzetben teljesen mindegy, hogy milyen érzéscsomag van bennem, és különösen, hogyha az a helyzet az fontos számomra, én erről nyugodtan, oldottan, folyékonyan tudok kommunikálni úgy, hogy vállalom az érzéseimet, mint ahogy az a lány is elmondta, hogy félek attól, szerelmes vagyok beléd, de félek attól, hogy te nem vagy belém. Mi a válasz? A pasi, én tudtam, hogy a pasit ez meg fogja döbbenteni. Mert ez annyira szokatlan felvetés, annyira szokatlan kommunikációs eszköz, hogy adott helyzetben én kimerem mondani felét, amit érzek, mert ez nem szokás. Hát az ősök tettek erről, hogy ez ne legyen szokás. Ez az ősök felelősség, az én szüleim felelőssége. Meg az enyém is, aki ezt beszopta egy jó ideig, hogy ezt így kell csinálni. Ez van. Tehát nem kell nem a felelősséget rájuk. Ők mondták, én elhittem, használtam, nem működött, megint használtam, nem működött, megint használtam, nem működött. Csak kíváncsi ember létemre egy idő után felteszem a kérdést, igaz, hogy a szüleim, akik ezt mutatják, és nekem ezért tisztelnem kéne őket, csak akármennyire tisztelem őket, amit eltanultam tőlük, az nem működik. Akkor most mit csináljak? Csináljam tovább, miközben érzem, hogy egyre inkább halmozódnak a kudarcok, egyre kevésbé tudom megtartani a párkapcsolataimat, érzem, hogy hiány érzetem van nekem is, meg a másiknak is, nem teszem bele azokat a szükséges kockákat, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy én is átéljem az intimitást, ne csak olvassak róla könyvekben, meg költők, amikor csodálatosan leírják az adott érzésvilágot. Hát előbb-utóbb döntök, hogy ez nem működik. És ahogy ők csinálják, veszem nem csak a fáradtságot, hanem a bátorságot is, hogy kijelentsem, hogy nem működik, annak ellenére, hogy sokáig isteneknek hittem őket, emberből vannak, hibából és erényekből összegyűrve, és nem szeretnék olyan intim életet, amilyet a szüleim élnek. Így kezdődött nálam. Tehát, hogyha én merek beszélni mindenről, vagyis én ezeket az érzéscsomagokat nem csak csiszolom önmagamban, hanem hangosan is, és ezért ezt, amire rájöttem, mindent megteszek, hogy ezek után össze is jöjjön. Elmondom az egyiket, amit én reggelente szoktam használni. Általában korábban kelek, és megkávézom, el vagyok, téblábolok, és akkor egy óra múlva felébred a párom, és akkor kijön a hálószobából, és meghallom, hogy jön, és mindig elébe megyek, és átöleljük egymást. Ő is engem, én is ott. És úgy magamhoz húzom egy picit, ő megsimogat, én is megsimogatom őt, és akkor még mondunk egymásnak egy pár becéző szót, megszorongatjuk egymást, és utána kézen fogva elmegyünk együtt kávézni, vagy teázni. És szépen indul a napunk. Ez egy adott intimitási forma. Szóval
Nem tudom, hogy észrevették-e, hogy valójában milyen kevés napot élünk meg, és milyen rövid az életünk. És éppen ezért ezt nem használni, nem merni használni. Ez a luxus elpocsékolt idő. Megtehetik, a szívük joga. Na hát azonban itt jönnek a problémák. Az egyik probléma az, hogy ki ez itt mellettem? Ez egy súlyos nagy probléma. És akkor ennek a különböző ragozása zajlik, hogy ki ez a P pasi, ki ez a DG, mint valamilyen, tudják, az a, esetleg félreérték, a D az a molett, tehát jelenti, a T pedig, aki tejet ad, tudják. És akkor látják, elkerültem a vulgaritást. Folyamatosan ezt vágják a fejemhez. Szóval, na és itt jön ez a konfliktus, hogy na és akkor most mi van? Arról különösen nem is beszélve, hogy ma beszélgettem egy újságíróval, aki azt mondja, eleve ez az egész szerelemből fakadó intimitás, ez úgyis 90 napos sztori, nem tudom, hogy hol olvasta. Szóval 90 nap, noradrenalin, epinefrén, meg dopamin, neurotranszmitterek száguldanak az agyba, és akkor utána ez megszűnik. Mondom, ez utána olvasott. És akkor én még hozzáfűztem volna, 90 nap után ez megszűnik, és utána az ember ezt már nem érzi, hogy ugyanazt az intenzitást merné átadni a másiknak, és ugyanúgy ő merné kapni. Mondom, nem gondolt-e arra, hogy 90 nap, 30 nap is bőven elég, hogy két ember kölcsönösen átlássa egymás állarcát, amit a másik felé használ. És 30 nap alatt bőven rá lehet jönni, hogy ez az erős, domináns, pasi, vagy egy talpig, mosolygós, karakán csaj valójában belülről kocsonya. És akkor kölcsönösen elkezdik egymás felé egymást hitegetni a másikkal kapcsolatosan, hogy nem, ez a pasi nem az a pasi. Ez a pasi okos, ügyes, humoros, erős, karakán. Nem, ennek biztos rossz napja van. Ez nem ilyen. Várjunk még egy picit, hát ha vissza fog térni, és ugyanis cserébe. Ez a csaj az, aki nem, az egy édes, aranyos kis cicababa, nem ez a hisztis boszorka, aki kitapossa belőlem a bármit. Sokkal pasi. Így elmerenget. Lehetett látni rajta, hogy eszébe jutott egy sorozat kép. És akkor azt mondta, mind a zárkózott emberek általában, azt mondta, hogy hát lehet benne valami. Tudják, ez a lehet benne valami, általában a zárkózottak használják, amikor félnek kimondani azt, hogy ez így van. És lehet, hogy ők is már gondoltak erre. Na most. Alacsonyan fejlett érzelmi intelligencia egyszerűen megakadályozza az intenzív intimitás megélését. A verbálisat is, és a nonverbálisat is. Mert a nonverbálisat megélni szükséges bátran, megfelelőképpen a másikhoz oda nyúlni, megsimogatni, megérinteni. Kisfiúk jönnek,
hogy vannak tanítva. Mamáknál szoktam látni, még ilyen nagyobb kölykök is. Van egy kisbaba, oda jön a kisrác, és erre a mama, simogasd a babát, simogasd, és akkor így a pasi megfog, és akkor eszembe, hogy aha, tudom, hogy az apa mit csinál. Mert valójában ezek az, hogy milyen intimitási formát fogunk használni, amikor a szexualitásban, ez mindig annak a függvénye, hogy milyen érzések megélésére vagyunk kondicionálva. A környezettől. Képzeljék el, a serdülők egyik gyönyörű, nonverbális intimitási formája. Hallottam, hogy a szexuál pszichológusok, akik elmennek tinédzserekhez szexuális oktatást tartani, ki vannak bukva azon, hogy rendszeresen kapják azt a kérdést, hogy kell rávenni a csajt, hogy az megengedje az anális szexet. 13-4 évesen. Hogy szörnyű. Szóval, tudják, elég durva világ felé megyünk. Amikor az, hogy régen, nézzük, milyen intimitási formákat használtak verbálisan. Az egyik legáltalánosabban használt szó, ami ezt az egészet kifejezi, ezt úgy hívják, hogy udvarlás. Hát nézzük az udvarlás manapság. Ez egy-egy koktélos pohár. Én itt azért kis vigyor, nem mosoly. De jó, legyen mosoly. És a kis duma, és megiszák a koktélt, és akkor így hangzik a párbeszéd. Hozzád vagy hozzám? Ezt onnan tudom, hogy egy csomó ilyen pasival és hölgyel találkoztam, akik ezt mondták el nekem. Nem az ujjamból szopom, tehát van ilyen, és a pasik el is mondják egy része, pár koktél, és már tudom, hogy már meg is van, el fogom rendezni. És akkor az illető hölgy, aki azt hiszi, hogy na most akkor megkap egy magas szintű intenzitást, azt tapasztalja, hogy megint pofára esett. Megint pofára esett, mert van egy újabb tényező. És ez a tényező, ez úgy néz ki, hogy az intimitási vagyis az magas szintű intimitást a szeretetészség az mindig kizárja. Ez egy kis gond. A szeretetészség meg az önbizalom hiányból fakad. Az önbizalom hiány meg egy kifejezetten görcsös állapotot fog előidézni. A spontaneitáshoz spontán emóciók átadásához a spontaneitás elengedhetetlen, azonban azt, hogy lehet görcsösen csinálni, megtenni, miközben félek attól, hogy magányos maradok. Hát ilyenkor jönnek az elkeseredett pánikreakció, amikor a lányok egy koktél után hát ha most sikerül. Nem. Tudják? És akkor most kezdjük összetenni ezeket a dolgokat, amelyeket nagyon sokan nem is tudnak. Görcsösen, türelmetlenül, erőszakosan most azonnal akarom megszerezni.
miközben abszolút nem veszem észre, nem vagyok éber, hogy a pasi milyen, rettegek a kudarctól és a fájdalomtól, ezért csak a jóra koncentrálok, és hogyha a pasi azt mondja, hogy ez biztos azért, mert már belém zúgott. Nem azt mondják, az egyik szervembe zúgott. Nem ezt mondják ki, mert ez közelebb állna az igazsághoz. És akkor egyszerűen ennek következtében udvarlás nincs. Régen még az udvarlásban még használták, ezt én sem tudtam, egyrészt a virágnyelvet. A virágnyelv az múltkor véletlenül a kezembe került egy olyan cikk, ahol leírták azt, hogy különböző virág, az mit jelképezett ebben a szép kommunikációban, a virágok színe mit jelképezett, az, hogy felfelé tartották, vagy lefelé tartották a csokrot, ez plusz jelkép volt, és ebből úgy tudtak kommunikálni, hogy messze voltak egymástól, vagy így. Szinte nem is beszéltek, csak az illető, az úr adott egy virágot, a csajszín vagy lefelé lógatta, gavallért tudta lefelé. Csókolom. Irgalmatlan hatékony kommunikáció, még koktél sem kellett. Szóval, de ugyanakkor egy nagyon szép bevezetési forma keletkezhetett, hogyha a virágcsokor felfele, akkor a régen voltak azért különböző női eszköztárak, mint egy legyező, szóval izgalmas egy világ lehetett, ahol az akkor élő embereknek az udvarlást, és ezáltal úgy, hogy ők nem tudták, hogy verbális intimitási formákat használnak, de jól használtak. A nonverbálissal nekik is gondjaik voltak, az hétszentség. Hát tapintás, simogatás, ezek a nonverbálisok. Szóval, akármerre így tekintek, és ezt az egész konfliktust, ahogy gondolkodtam rajta, én egyszerűen az alacsony szintű intimitás használatát látom a serdülőknél, akik szexuálisan irgalmatlan gyorsasággal égnek ki. És bizonyos dolgok egyáltalán nem fontosak nekik. És ilyenkor eszembe jut az a tanárom, aki anatómiát tartotta, és akkor azt mondta, hogy az a helyzet, hogy a szexualitás az utolsó pont. Addig rengeteg lépcsőfok van. Ha csak a szexet veszitek elő, és azt lebontjátok, előjáték, meg aktus, meg utójáték, az kevés. És nem értettem, hogy miért mondja ezt, és rájöttem, hogy adott helyzetben az intimitás egy adott napon azzal kezdődhet, hogy mielőtt én elmegyek munkába, hogy hogyan kezdem a napot azzal, aki nekem nagyon fontos. Hogyan nyúlunk egymáshoz, és hogyan beszélgetünk egymással, és hogyan érintjük meg egymást. És itt kezdődik már az intimitás egy adott napon. Ha meg morcosan kelek fel, és jöjjön, kezét csókolom. Morcosan kelek fel. Csernus Imre vagyok. Fogott már mikrofont? Nem. Na, jöjjön ide, itt a legjobb.
tényleg, milyen mondjam? Mármint itt állni. Hát csodálkoztam, hogy nem vett észre, de akkor ezek szerint most már értem, hogy miért. Nincs bekapcsolva. Másik. Hallom. Gáltünde? Gáltünde. Kezét csokolom, kisasszony. Hol állt eddig? Ott. Masszív önbizalma van, hallja. Tudja, próbáljon így ide állni? Így. Mondjuk, körülbelül így ide. Na és, ahogy így a közönség felé néz, ne nézzen abba a sötét sarokba, ahol állt, hanem, na most így áll, miközben ott valaki mozdulatlanul, így. Nem, mozogtam egy picit. Ja, egy picit mozgott. Na most ne arra nézzen, hanem így, és akkor mondjál nekem, hogy ez a látótér. Ön látja azt a sarkot? Nem. Én azt mondtam, hogy aki úgy gondolja, nyugodtan álljon be egy sötét sarokba, hát ha majd észreveszem. Ugye? Tessék? Nem ezt mondtam, azt mondtam, nyugodtan balagjon ide. Ja. Nem tettem hozzá, balagjon ide ki a fényre. Vártam a megfelelő pillanatra. Na és mi volt a megfelelő pillanat? Úgy éreztem, hogy vége egy témakörnek. Így van, köcsögtelen. Na, kedves kisasszony, miért ballagott ki? Hát azért, mert én is elég rossz mintát kaptam a szüleimtől, és mostanában próbálom ezt kezelni. Hány éves? 21. Többnek néz ki. Nem tudom ezt most, hogy értelmezzem, de inkább nem értelmezem sehogy. Miért nem? Hát sokan mondják, hogy érettebb vagyok a koromnál. Nem tudom, szellemileg. Ön el is hiszi ezt, hogy ez miközben lehet látni az illetőn, hogy úgy az élet úgy meggyötörte, és úgy igaz, hogy a szempillája az ki van sminkelve, de a tekintetének az ereje az jelentősen csökken. Ez adja az öregséget. Na, és mit szeretne elmondani nekem? Hát többieknek? Igazából nem elmondani, és hát valamilyen segítséget szeretnék kérni, vagy ajánlást, hogy mit tehetnék az ügyemben. Van pasia? Most nincs. Mióta nincs? 2 hete. És mi történt? Hát tönkre ment a kapcsolat. Hány éves volt a pasi? 22. És meddig tartott? 3 hónapig. És hogy lett vége? Hát nem szépen igazából, nagyon sokat veszekedtünk. Mikortól kezdtek el veszekedni? Az elejétől kezdve. Az elejétől kezdve. Mikortól volt belé szerelmes? Talán nem is voltam. Látják, hogy az alacsonyan fejlett érzelmi intelligencia az ezt eredményezi. Na, kedves kisasszony, a szexualitás, intimitás, a pasi megfogta az ön kezét? Igen. Sokszor? Nem mondta, hogy te szívem, olyan a kezed, mint a békáé? Hideg is, meg verejtékes is? Talán az ő is olyan volt. Milyen volt az ő keze? Hidegverejtékes? Ezzel arra akartam szívezni, valószínűleg ugyanolyan... Kedves ügyvédnő! Vannak itt ügyvédek megállás nélkül. Ugyanolyan problémáink voltak. És mi volt ez a probléma? Hát... Simogatni tudott? Igen. Mit? Mindent. A fejét is? Igen. A hátát is? Igen. De egy bizonytalan pasi volt? Igen. Nem annak látszott, de... Mennyi idő után jött rá? 2 hét. És akkor miért nyomta még 2,5 hónapig? Átadtam magam, reménykedtem. Akkor is tudta, hogy átadja magát? Félig meddig.
És az a 2,5 hónapban milyen érzéssel nyúlt hozzá? Hát én próbáltam minden tőlem tehetőt megtenni. Hogyha én nem érzem és hozzányúlok, akkor az micsoda? Önbecsapás. Meg? Ismeri azt a szót, hogy szeretett kurva? Igen. És ezt tudja, hogy általában azokra az emberekre jellemző, akiknek ilyen a testtartása? Vagyis ez a testtartás hiányzik? Részben. Nem tudta? Hát nem csak így definiálnám, de igen. És a kurva az milyen intimitást mutat? Semmiért gondolom. De hogy nem. Hát ön csinálta. Mesélje. Felszíneset. Mennyit felszínesen létesít orális szexet? Nem, felszínes az intimitása. Felszínes az intimitásra, és ilyenkor felszínes intimitásba belemenni az egész aktus után, ami hogy érzi magát? Hogy érezte magát? Most utólag azt mondom, hogy felszínes, de nyilván akkor nem. Mennyi ideig tartott az, amíg jól érezte magát? Szerintem az utolsó kapcsolatban. Aha. Bekövetkezett az aktus, és utána mennyi ideig volt, mert az aktus előtt kellett volna, még mondtam, egy csomó minden más is történik. Közvetlen aktus előtt, ilyenkor hogy érezte magát utólag? Amikor ott voltak együtt. Hát nem volt az igazi. Mi volt önben? Mi nem volt az igazi? Tudja az egész. De nem hogy tudtam jelen lenni. Hát hol volt akkor? A jövőben. A jövőben? Igen. Ez mit jelent? Hogy legközelebb milyen lesz? Hát részben. Vagy a következővel milyen lesz? Nem, egyéb gondolatok foglalkoznak. Egyéb le. Gondolatok. A pasi észrevette? Beszélt, hogy a negatív meg nem oldott töltetek. A negatív meg nem oldott töltetek és félelmek. És a pasi ezt észrevette? Nem. Hogy egy darab fával volt? Nem. Nem. Hát ennek az új könyvnek egy része erről szól, hogy miért nem veszik észre. Na, meséljen, kedves kisasszony. Ja, csak egy dolgot szeretnék megkérdezni, hogy mit gondol ahhoz, hogy ön kimerje húzni önmagát, vagyis kellő kisugárzással és önbizalommal rendelkezzen, ezt hogy lehet elérni? Hát, hogy nem leszek szeretett kurva. Jó, oké. Okay. Más? Jelen vagyok a pillanatban. Őszinte vagyok önmagamhoz. És olyan megmérettetésekben mer beleugrani, amitől fél. Például ez. Például ez. Csak, kedves kisasszony, mennyi ideig tartott ide felballagni? Mennyi ideig átsorgott ott a sötétben? Annyira nem volt sok, maximum 5-10 perc. 5-10 perc. 5-10 percig a félelem odaszögezte. Ez beárnyékolja ma ezt a sikerélményt? Ez kérdés? Állítás. Eszembe jut erről egy hölgy, akinek 3 évvel ezelőtt mondtam, hogy adott infót, majd ő kötötte az ebet a karóhoz, és akkor úgy pár szót találkoztunk, és akkor most, mikor is mi van ma szerda, tegnap azt mondta, hogy kezd leesni neki. És
És akkor azt mondom, kedves asszonyom, a csiga sokkal gyorsabb magánál. Hát ugye, ez a pár lépés megtétele, ez kicsit erre emlékeztet. És miért is? Most olyan szörnyűség történik itt? Nem, igazából tényleg csak vártam, hogy nem akartam megszakítani a beszédét. De mondtam, hogy nyugodtan jöjjön ide. Na, tehát, kisasszony, önbizalmat megszerezni. Hát, hogy ne ilyen pasikat fogjon ki, ez első lépésként meg kéne és a helyére rakni azt az embert, akit ön az apjának hív. Hát igen. Mert nem az apja. Azt tudja, hogy hiteles apai minta szempontjából ön árva. Igen. És elfogadta ezt? Még nem. Amíg nincs meg az elfogadás, addig a pasikban mindig ezt fogja keresni. Kedves kislány. Könnyes a szeme? Igen. És miért? Hát mindig ez van, hogyha az apámról beszélek, vagy eszembe jut. Vagy az, akit ön az apjának hisz? Igen. Akit ön az apjának, hiteles apjának hisz, ez valójában nincsen. Ezt már tudom, hogy nem hiteles, csak... Érzelmi szempontból nem az. Ő sűrűn megsimogatja az édesanyja? Mármint az édesapám? Elváltak. Elváltak. Akkor az új partnerét? Az most éppen nincs neki, de pont emiatt jöttem rá arra, hogy ő is kapcsolatfüggő, és valószínűleg ez lehet az én problémám részben. Ön is társfüggő? Igen. Ja. Mivel foglalkozik? Tanulok. Mit? Biológusnak. Tű. És mivel fog foglalkozni? Még nem tudom pontosan, a környezetvédelem érdekel. Aha, ezt szívből csinálja, amit csinál? Igen. Akkor ez legalább jó. De ha nincs apja, akkor... Kisasszony, mutatok valamit. Vegye át tőlem a semmit. Hogyan? Vegy át a semmit. Na, okos csaj, oldja meg. Nem tudom átvenni a semmit. Tessék? Nem tudom átvenni a semmit. Van, nem adja oda. De adom. Kisasszony, ezt a semmit úgy hívják, hogy apa. Egyébként a semmit hogy lehet átvenni? Gondolom sehogy. Akkor kisasszony, mikor fog felnőni? Ezen már én is gondolkoztam. Nem szükséges felnőni, kisasszony. Csak érdemes. Nem. Az öt kisasszony nem szükséges, mert a felnőttek intimitását csak a felnőtt tudja használni. Mind a verbálisat, mind a nonverbálisat. Többiek meg a gyerekek a gyerekeknek kijárót használják. Csak akkor kisasszony, miért vágyakozna ön a felnőttek boldogsága után? Nem jár. De önnek így egy férfi sem jár. Engemet nem zavar. Tudja, kisasszony, az éberség az azt is jelenti, hogy adott helyzetben észreveszi a tanítómestereit. És egy adott nap, egy adott érzelmi szituációban
minden ember a tanítómestere, aki látja, hogy ott van előtte a lehetőség, és ő mégsem él vele. Lehet két embert, akik látszólag együtt vannak, de nem merik megfogni egymás kezét. Vagy lehet két embert, akiknek megadatik a lehetőség, hogy megéljék a tüzet, és nem merik. Lehet két embert, aki megadatik az, hogy kölcsönösen tisztelhetik egymást, mégsem tisztelik, hanem az idejüket arra pocsékolják, hogy gyilkolják egymást, hogy veszekedjenek, hogy nyírják. És akkor lát olyan embereket, akinek a gerince egyre inkább hajlottá válik. Kedves kérdőjel, kisasszony. Hogy érzi magát? Annyira nem rosszul. Akkor mitől félt? Azért ez mégiscsak nagy lépés volt. Tudja, nagy lépés, majd akkor keletkezik olyankor majd, holnap ez a pasi magára csörög, vagy küld egy SMS-t. Szokott? Nem. Tényleg ő lépett le? Maga? Hát én mondtam ki, hogy legyen vége. És ő mit mondott? Hát nem örült neki. Mit csinált? Hisztizett? Igen. Hogyan hisztizett a kisfiú? Hát közel. A kislány mellett kisfiú van. Na. Tehát? Hogy nem tud nélkülem élni, vagy mennyire fontos. Nem tud nélkülem élni, mondja a kisfiakének, szüksége van mindig egy pótmamára. Jól bírja. Képzeljék el, teljes erőmből feszítem, és még mindig hagyja. Tudják, ebből lehet látni azt, hogy az illető kisasszonynak a konfliktus kezelési modellje nagyon hatékony. Olyan édesanyja volt, aki sokat tűrt, és hallgatott, és nyelt. Majdnem eltöröm már a csontját, de ez még mindig hagyja. Kisasszony maga tudja, hogy fejlesztődni úgy lehet, nagyon fog fájni a válla, hogy kimondja azt, hogy nem. Szokta? Hát ritkábban, mint kéne. Na, akkor nézzük, hogy meddig bírja. Ez hihetetlen. Na! Leszállna rólam. Hála Istennek! Jó vörös lett, tettem róla. És azért tettem róla, mert ez az éberség, az éber ember, hogyha érzi azt, hogy valami nyomja a vállát, méghozzá irgalmatlan teherrel, a kisasszony ezt így is megoldhatta volna, egy ilyen mozdulattal, így. És már megoldódik. Ideadhatta volna nekem a mikrofont, és levette volna a kezemet. Vagy azt mondta volna, hogy szálljon már le rólam, de azonnal. Mi vagyok én, ez a állvány? Nem. Tűrt és bírt. De most ezt jelenti, hiába mondta a kisasszonyi éberség, kíváncsi voltam, hogy mennyire szavahihető és következetes. Villámgyorsan megmérettettem, rátámaszkodtam, és azt néztem, hogy ébere, miközben azt mondta. Látták. Ilyen szinten ez jelenti a következetesség hiányát, mert az élet az körülbelül ilyen szinten nyomja elénk az élményeket, a megmérettetéseket.
És ilyen szinten szükséges használni az éberséget is adott helyzetben. Na, kedves kisasszony, akkor tudja, mit lehet csinálni egy ilyen genetikai donorral, akit maga az apának hív? Átminősíteni valami mással. A genetikai donor, azt tudja mi? Maghordozó, aki a spermát adta. De jó, de mit lehet még vele csinálni? Adjon nekem egy tippet, én lennék az ön helyében. Hát nem kéne vele foglalkozni. Először is kisasszony, nem kéne, a nem szócskát az agy soha nem érti. Mindig az ellenkezőjét jelenti üzenetként. Na, még valamit mondjam. Tanácsként. Elfogadni, hogy olyan, amilyen. Kisasszony, én eltemetném a csontvázat. Ami ott lóg magán. És eltemetni meg búcsúval lehet. Amit persze nem adok át neki, hanem én kírok neki egy búcsú levelet. És akkor a továbbiakban hogy állok hozzá, amikor találkozok vele mondjuk? Hogy álljak hozzá Molnár Józsihoz? Hogyha az apám az meghalt és eltemettem. És elbúcsúztam. Szia, apa! Mindegy vadidegenhez. Hogyan? Semmihez hogy lehet hozzáállni? És akkor kisasszony észre fogja venni, hogy melyik azok a pasik, akik az apjához hasonlatosak. És akkor megfelelök, hogyha neki ki tudta mondani azt, hogy nem is elbúcsúzni, akkor ezektől is nem fog további 2,5 hónapot prostituálódni. Hanem merni fog dönteni. Kedvesen, mosolyogva, udvariasan. Jó. Lesz, hogy ne. Semmi. Mire gondolt? Dolgozom fel az információt csöndben. És mire gondolt? Na. Hát, hogy nehéz lesz, de... Ne mondjon semmit se. Ne ígérjen semmit se. Önmagának teszi meg, nem nekem. Én tovább megyek mosolyogva is, ha? Béka kézzel? Jobb! Szóval... Tudják, urak, hölgyek, akárhogy is nézem ezt az egészet, hogy amikor... Régen azt gondoltam, hogyha én az érzelmi intelligenciámat fejlesztem, akkor az csak verbális konfliktus kezelési modelljeimet fogja hatékonyabbá tenni. Majd telt múlt az idő, és elkezdtem rájönni arra, hogy valójában az egész életemre pozitív kihatással van. És többek között az intimitásom magas szintű megélésére. Amikor
csak ezt a reggeli példát tudom önöknek elmondani, amikor ő még nem kelt fel, de tudom, hogy fel fog kelni, illetve remélem, hát mondjuk a... Hát ugye, hát az én szívem az én szívem, hát az ott dobog, hogyha az ő szívével valami történik, hát arról most nem tudok mit tenni, tehát reménykedem. Szóval az jó a szíve. Szóval, hogy fel fog kelni, és ilyenkor, amikor még nem következik be, de a múltban átélt ugyanilyen élmények, ami már egy jó ideje ezt csináljuk, ez ott van bennem, emlékként. De jó emlékként, és amikor ébredezek, akkor úgy eszembe jut, hogy milyen érzés, de így futólag, milyen érzés lesz újra, amikor én őt át fogom ölelni. És mondunk egymásnak egy pár kedves szót. És a gondolatától már a szemem elpárásodik. De nem ébresztem fel, hogy kierőszakoljam belőle, de akkor, akkor már jó lenne, tudják, gyorsan, hogy bekövetkezzen, türelmesen várom, hogy felébredjen. És akkor álmosan kijön, és szóval valójában intim percek a szexualitásban. Hát meg kell, hogy mondjam, az intim percek a közvetlen aktust messze-messze megelőzhetik, amikor mind a két ember még fel van öltözve. Azonban ez csak a merészeknek jár. Látják, hogy hogy eltelik az idő? Csörög az órám, és a végéhez érek lassan, hogy a merészeknek jár, akik merik vállalni azt is, hogy ilyenkor, mint ahogy szemközt a kisasszonnyal, aki az utolsó előtti mondatával igyekezett megfelelni nekem, és én tudtam, ezért mondtam, hogy ígérje ezt meg magának, ne nekem. Hogy önmagunknak számolunk el valójában mindig. Hogy merünk-e beleugrani olyan intimitás átélésébe, ami akár fájdalommal is járhat, azonban elengedhetetlen annak a felismerése, hogy kudarc nem fog érni. Nem sikerült az talán. Ez a különbség. Kudarcba nem tettem bele mindazt, amit szerettem volna. Nem voltam bátor. Türelmetlen voltam. Féltem a fájdalomtól. Nem voltam éber. Nem mertem kimondani. Nem mertem kimutatni. Ezáltal csak közvetlenül egy aktusra koncentráltam, és közvetlen csak aktus. Ez körülbelül egyenértékű azzal, amikor valaki elmegy a mosdóba. Intimitás nélkül. Ez kudarc. Ha nem sikerült, beleteszem. És a másik azt mondja, hogy nem vagyok beléd szerelmes. De köszönöm az őszinteségedet. Hát ez a különbség.
de ha nem sikerült el, tovább lehet menni büszkén, a kudarccal nem. Tehát, hogyha magas, nagyon intenzív, magas hőfokú intimitást szeretnének átélni, az első elengedhetetlen lépcsője az az, hogy mosolyogva tudjanak belenézni önmaguk szemébe akkor, amikor egyedül vannak. Az az első lépés. Az annak a jele, hogy képesek erre. Mert nem félnek a magánytól, jól vannak önmagukkal, tudnak mosolyogni, tudnak sírni, mernek átélni jót-rosszat, éberek, gyorsak, rugalmasak, tudják azt is, hogy gyávák is tudnak lenni, stb. Stb. Hát így kezdődnek valójában majd a kölcsönös intim percek, mert így van esélyük arra, hogy egy olyan emberrel fognak találkozni, aki nem akarja önöket kisajátítani, és leszívni az energiájukat. Következő előadás az engedelmükkel kérdésekre nem fogok válaszolni. A kérdéseket, ha szükséges, tegyék fel az illetékesnek. Aki mondjuk inkább a focit nézi, például, vagy a haverjaival valahol van, de a jövő előadásnak a témája a férfi lesz. És azzal fogok önöknek kedveskedni, hogy remélem, mivel azért lesznek meglepetések. Nem akarom elmondani, mert ez az óra csörög. Szóval azért nem fogom elmondani, férfi lesz a témája, és bizonyos meglepetésekkel fogok szolgálni a könyv szerkezetének megfelelően. Erről fog szólni a következő előadás. Köszönöm szépen!